Sziasztok! Először is szeretném megköszönni a Szendrői Csabinak, hogy rám gondolt. Ez egy nagyon kedves, de nagyon nehéz staféta, amit adott nekem, mert az, hogy mi van bennem, vagy a mi van bennem kérdést az ember feltenni magának, hát nem igazán gyakorta teszi. Mert hogy ezért körülvesz minket egyfajta zaj, ami elnyomja azt, hogy egyáltalán magunkra gondoljunk. Vagy akinél ez nem így van, akkor kérem, adjon tanácsokat, mert én ezeket a tanácsokat nagyon szeretném hallani. Általában azt, hogy az emberben mi van, azt nyilván én alkotó embernek tartom magam. Azokat ezeken a dolgokon keresztül próbálja kommunikálni vagy csatornázni, de ezek valójában olyan dolgok, amiket nem neveznék pontosan annak, ami bennem van. Inkább annak egyfajta transformációját, vagy nem tudom. Az, ami benne van, az a rettenetesen nagy félelemérzet és biztonságérzet egyben, és a hogy legyen továbbnak az általánossága, vagy linearitása. Mert hogy van egy barátom, aki mindig azt mondta, hogy jó, oké, akkor ezt most megcsináltad, de akkor most ez hogyan legyen tovább. És ez a dolog, ez rettentően nehéz kérdés, ezt folyamatosan feltenni. Viszont úgy érzem, hogy ezek visznek minket előre. Egyrészt látom azt, hogy folyamatosan polarizálódik körülöttem minden, de hogy így globális szinten is. Azt látom, hogy minden egyre inkább szélsőségesebb, és ennek próbálok egy ilyen bátor és félénk harmadik megfigyelője lenni. És próbálok erre úgy reflektálni, hogy közben ne csatlakozzak egyik oldalra sem. De hogy ijesztő az, hogy egy olyan életet élünk itthon is, ahol sarokról sarokra nagyon vidám és nagyon, nagyon szomorú és gonosz impulzusok vesznek minket körbe. És hogy közben elgondolkozunk azon, hogy ezeknek az impulzusoknak mi vajon megfelelője vagyunk valamikor. És hogy hát kurvára nem szeretnék, nyilván. Ez most például nagyon foglalkoztat, hogy ne őrüljünk meg. Nem akarom bántani a rejtéseket sem a globális felmeredést, a ragukat sem a pucéran gitározós arcokat sem. Én csak attól félek, hogy egyszerűen lesz majd két liga, amiben majd csatlakozni kell egyszerűen, viszont nem fogok egyikbe sem valószínűleg. A másik dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon foglalkoztat, az az, hogy mikor tudok végre rengeteget utazni. Ez is tudom, hogy nagyon viccesen hangzik, de hogy fél éve azon gondolkozok, hogy mi hogyan tudnám azt elérni, hogy mondjuk legyen egy olyan anyagi biztonságom, hogy rengeteg mindent látni tudjak a világból, de ha még Európából, de hogyha még Magyarországról is, akkor is én 26 éves vagyok, leszek, és még soha, de soha nem ültem például repülőn. Nagyon vicces, mert még légi utas kísérő barátom is van, de hogy még soha nem jött össze, mert hogy így egyszerűen így, az még dolog, hogy így el tudok valahova repülni, de hogy mondjuk ott így tudok aludni, az még mondjuk kérdéses. Nagyon-nagyon szeretnék utazni. Az van bennem, hogy látni szeretnék minden több dolgot. És vicces, mert a telefonom egyébként most... Nagyon vicces, mert a telefonom most egyébként egy laptop alátétnek használt, egyébként a világ 100 csodája könyvvel van kitámasztva, úgyhogy ez most így eléggé fuli. Másik, ami nagyon sokáig bennem van, az, hogy rettenetesen örülök annak, hogy olyan emberek vesznek körül most, akik körülvesznek. És nagyon-nagyon-nagyon remélem azt, hogy ez így is fog maradni, ami most van. Nem szeretnék jobbat, nem szeretnék áttörőbb, nem tudom miket elérni nagyon rövid időn belül, hanem úgy érzem, hogy tényleg minden történik úgy, ahogyan valamilyen szinten történnie kell, és nagyon hálás vagyok minden nap, amikor így körülnézek a barátaim között, a munkatársaim között. Hogy megvannak így az őrültjeim, a bolondjaim, akikkel
lényegében önmagam lehetek is, és nem kell szoronganom azon, hogy én egy nem odaillő elem vagyok, vagy egy ilyen 5.1-es trash-e hülye gyerek, aki a balsarokban nyomatja a fasságait. Nagyon-nagyon-nagyon durván sokat gondolkozok mostanában azon, hogy vajon mikor jön el az a pont, amikor rá kell jönnöm arra, hogy amit mi csinálunk és amit mondunk, annak valójában nagyobb a felelőssége, mint azt mi gondoltuk. Volt már erre pár példa, de nagyon-nagyon-nagyon furi az, hogy egyszer csak az ember így csinál valamit, és próbálja napról napra jobban csinálni, és próbálja mindezt úgy csinálni, hogy ne sértsen meg másokat. Úgymond ilyen szubkulturális blőtt kifejezéssel ne adja el magát, és lecsatlakozzon rá önmutatra, amik nem fedik le az elképzeléseit. De ami leginkább foglalkoztat ezzel kapcsolatban az az, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy közben tényleg példát mutassunk vele. És hogy közben tényleg azt mondjuk el, ami van. Ezt most nagyon hülyén fogalmaztam, mert tényleg. Szóval szeretnék mindig a lehető legőszintébb lenni, és szeretnék minél többet látni a világból. Azt hiszem, most engem ez foglalkoztat a legjobban. Ennyi. És akit ki szeretnék hívni, az pedig nem más, mint Boros Levente. Kiváló zenész és kiváló ember. Mi van benned, Levi? Brékesség.